ez az egyik ilyen mániám veszőparipám, hogy az írók, művészek imádnak siránkozni, panaszkodni, hogy nincs elég pénz, hogy a közönség nem eléggé figyel oda, főleg a kortárs művészetre, még azok az emberek is, akik valami módon érzékenyek a művészetre, a kortárs művészetet kicsit kiesik a horizontjukból. Nekem tényleg az a véleményem, hogy ezzel nem változtatunk radikálisan semmi, akik ezzel foglalkozunk, ebből élünk, ez a szakmánk, tehát hogy művészet, vagy csináljuk, vagy írunk róla, vagy tanítjuk, akkor nagyon nagy baj lesz. Tehát akkor a társadalomnak ez a fajta közönye, ami teljesen jellemző, nem csak a magyar közösségre, hanem sajnos Európában is ez van. Tulajdonképpen a politikum iránt, illetve a művészetek iránti közöny az eléggé terjed. Tehát, hogy ezzel nem változtunk, akkor nagyon nagy baj lesz. Mi magam mindenhova elmegyek, ahova hívnak, négy kézláb is, és boldogan, és egyáltalán nem, hogy úgy mondjam, diplomáciából, hanem egyszerűen örömmel. Egész egyszerűen érdekelnek az emberek, szívesen ismerkedem össze más emberekkel, és hát nagyon megtisztel, illetve meghat szószoros értelmében, hogyha valaki mondjuk az én dolgaim iránt érdeklődik, hiszen annyi mindent lehetne helyette csinálni. Az életet kár külön választani, ilyen rigorózusan a politikára és a magánéletre, noha minden embernek van egyfajta magánszférája, és a magánszférából olykor-olykor minden nap kilép egy közszférába, és ott a közügyeivel foglalkozik. Aki ezt a kettőséget nem csinálja, az valami félreér. Tehát aki csak a saját kis magán bajaival van elfoglalva, és nem érdekli azt, hogy mi van körülötte, az erre egyszerűen ráfizel sajnos. És aki túlzottan csak a közösséggel foglalkozik, és saját magával nem, a saját lelkével, a szeretteivel, a családjával, stb., az megint félreért a dolgot. Én véletlenül keveredtem ebbe a dologba, mármint véletlenül a parlamenti képviselő felajánlották, aztán először így rukkapáloztam, de végül belesodródtam, és egyáltalán nem bántam meg, nem ajánlom mindenkinek, aki ezt csinálja. Magamnak se ajánlottam egyáltalán, ez teljesen véletlen volt, de egy olyan tapasztalatra tettem szert, amit most már nem cserélnék el őszintén szóval, és eleinte nem is volt nagyon termendő az, hogy én ezt megírom, vagy erről írok. De végül aztán olyan sokan kezdték el mondani, hogy ha már van ez az anyag a kezedben, akkor írjál róla, hogy végül is rájöttem, hogy tényleg ezt miért ne csinálnám meg. A klikkesedés, az igazságtalanság, az ellenségképzés, hogy mi vagyunk a frankó gyerekek, ti vagytok a gonoszok, stb. Ez lássuk, hogy egy általános iskolai osztályban is megképződik. Tehát tulajdonképpen nem, a parlament nem különlegesebb hely. Annyiban különleges kétségtelen, hogy a mi ügyeinkkel foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen nagyon sokkal durvábban tudnak beleszólni az életükbe, mint mondjuk egy hajléktalan szállónak a társága. Ez kétségtelen, de egyébként a játszmák azok hasonló jellegűek. Tehát én bennem nincsen senki iránt bosszú vagy ilyesmi. És hát így kellő szarkazmussal erről, arról, amarról azért írogattam. Én azt ajánlom mindenkinek, és azt szeretném, hogyha mindenki egy kicsit tudatosabban élne, tudatosabban látná azt, hogy a környezete, a környezete problémái, más emberek problémái, az a társadalom, az a város, vagy az az ország, vagy az a nyelvközösség, amiben beleszületett. Ilyenek a problémája, hogyha őt nem foglalkoztatják, nem próbálja kicsit javítani rajta, akár testével, a részvételével, tehát, hogy oda megy, mint ahogy vagy egy írónak is el kell mennie bárhová, ahová írják, a legutolsó általános iskolába, vagy óvodába is el szoktam menni. Tehát, hogy ezt nem teszi meg ezeket a lépéseket, ha nem megy ki az agórára, hogy a görög példával hozakodjak itt elő, és ott nem ágál, tehát nem próbál a közösség ügyeiben is beleszólni, akkor a saját életét kerül ki egy valamilyen módon.